Jó reggelt kívánok, Szent Iványi István első vendégünk a mai Starban. Szép napot Önöknek és Szent Iványi Újnak is. Jó reggelt a liberális a külpolitikai szakértőjét köszöntetem azon személyében. 38 millió 500 ezer migránsról beszélt Orbán Viktor egyszer, aztán beszélt 18 millióról talán. Ezt még osztjuk kettővel, 38 millió 500 az akkor sem stimmel. Mi ez a két szám? Segítsen értelmezni. Erre én is nehezen tudok választ adni. Az ENSZ hivatalos statisztikája szerint az egész világon összességében 60 millió menekült van. De ennek a nagy része nem ide akar jönni, nagy része Afrikában van, Ázsiában, és egyáltalán nem ebbe az irányba menne. 38 millió 500 ezernek nem tudom, mi a forrás, a 18 milliónak sem tudom. Egyelőre azt tudjuk, hogy 1 millióan jöttek, ide 2,5 millióan vannak jelenleg még Törökországban. Mindenki ide akar jönni, akkor körülbelül ennyi az, aki jöhet még. Esetleg a libanoni és a jordániaknak egy részét lehetne hozzáadni, de nem akar mindenki ide jönni. Azért azt tudni kell, hogy nagyon sokan arra várnak, hogy vége lesz egyszer a konfliktusnak, és nem akarnak túl messzire kerülni, mert vissza szeretnének települni. Amit tegnap elhangzott a parlamentben, annak alapján a következő hónapok fő belpolitikai iránya változatlanul az ország és Európa megvédése a migrációval szemben, a migrációs válság kezelése a családpolitikán kívül. Ugye mondtam, hogy külpolitikai szakértő, a családpolitikát most egy kicsikét tegyük félre. Tegnap volt egy V4-es találkozó is kibővítve Macedóniával és Bulgáriával, mint hogyha ez a V4, V6 is lehetne, akárbár ilyen kibővített ülések voltak korábban is. És hát ugye az osztrákok is megszólaltak, hogy nem értenek már egyet Angela Merkel, a szlovének pedig szintén kerítést építenének, hogyha az osztrákok megállítják a menekült hullámot. Tehát minthogyha itt Közép-Európában lenne egy a Balti-tengertől az Adriáig formálódó rendszer. Mit tud ezzel kezdeni az Európai Unió? És akar-e valamit kezdeni egyáltalán? Itt az látszik, hogy az Európai Unión belül nincs egység a kérdés megítélésében. Azért az itt felsorolt országok között sincs egyetértés, hiszen Borisov bolgár miniszterelnök úgy ment oda erre a találkozóra, hogy alapvetően nem ért egyet a Macedónia és Bulgária határán felállítandó kerítéssel. Tehát itt még nagyon sok mindenben nem értenek egyet azok sem, akik egyébként abban egyetértenek, hogy valamilyen módon korlátozni kell a menekültek hullámát. Afelé halad Európa, hogy korlátozza, ellenőrizze a folyamatot. De azért nem feltétlenül afelé, amit Orbán Viktor miniszterelnök mondott tegnap a V4 csúcson, hogy meg kell állítani. Ezt nem gondolják nagyon sokan Európában, hogy az egészet meg kell, vagy meg lehet állítani, hiszen legalábbis a legvédtelenebb csoportokat általában Európában befogadnak. Nőket, gyerekeket és azokat, akik bizonyítottan a veszélyek elől menekülnek Szíriából, azokat továbbra is befogadnak. Tehát itt egyáltalán nincs egy olyan egységfront, mint amit terveztek. Egyébként erre vonatkozóan a tegnapi visegrádi csúcsnak a sajtótájékoztató is nagyon érdekes volt, mert nem egy hangon beszéltek a jelenlévők. És inkább az volt az uralkodó hang, hogy persze egy közös megoldás kéne, és ha nem lesz, akkor majd, mint egy második B-tervként merült fel az, amit Magyarország már régóta szorgalmaz, hogy Macedónia és Bulgária határán egy védvonal épüljön ki. Ez valóban nem egy új ötlet, hogy ez a B-terv, amiről beszél folyamatosan Orbán Viktor, és amellyel kapcsolatban Angela Merkel úgy fogalmazott, hogy nem európai megoldás. Viszont szemmel láthatólag azért Orbán Viktor körül kezd még Németországban is kialakulni a koalíció, amelyik egyetért azzal, hogy ezt így nem, hogy Angela Merkel elképzeli. Mennyire erős ő most? Mennyire igaz még az az állítás, ami korábban érvényesnek látszott, hogy ő Európa vezetője, még hogyha a tisztségeit tekintve nem is? Kétségtelen, hogy meggyengült a pozíciója, és ez összefügg a menekült válsággal, és azzal, hogy Németországon belül is a népszerűsége nagy mértékben csökkent, de azért ne feledjük, hogy igazi kihívója nincs Németországban Angela Merkelnek. Tehát egyetlen párt emelkedett valamelyest, ez az Alternative für Deutschland, ez a Németország alternatívája, ez 7%-ról 12%-ra, ez nem fogja vezetni Németországot, tehát ők azok, akik nagyon határozottan azt követelik, hogy le kell zárni a határokat. Kétségtelen a CSU is egy keményen megoldást kíván, tehát minden megy abba az irányba, és folyamatosan a német törvényhozás is hoz olyan szigorításokat, amik csillapítani akarják és mérsékelni a bevándorlást, de azért nem arról van szó, hogy itt egy teljes hátraarc történt volna Németországban. És ami pedig a magyar álláspont elfogadottságát illeti, azért lássuk be, hogy a mainstreamben, a főáramban, a meghatározó politikusok között ennek nincs tábora. Itt a visegrádi ország között van valamelyes támogatottsága, de azért nem teljes mértékű, ezt a tegnapi visegrádi csúcs is világosan megmutatta, hogy nem azonosulnak. Azt a mondatot csak Orbán Viktor mondta, hogy le kell állítani
Az összes többi azt mondta, hogy ellenőrizni kell, csak ellenőrzötten jöhetnek át, csak korlátozni kell, fékezni kell, de ilyen keményen ezt az álláspontot senki más nem képviselte. Az, hogy Görögország mennyire teljesíti a schengeni előírásokat, és hogy Görögországgal kapcsolatban most már a mérsékelt európai vezetők is azt mondják, hogy valamit tenni kell, valamit lépni kell, előidézheti azt a helyzetet, hogy Görögországot kizárják Schengenből, mert akkor ennek a kerítésnek ténylegesen lesz funkciója és lehet értelme. Ez bekövetkezhet, de egyelőre látszik, hogy Európa nem akarja kizárni Görögországot. Tehát nem csak Angela Merkel mondott egy nagyon kemény üzenetet a tegnapi nap folyamán, hanem a holland külügyminiszter is, aki most az Európai Unió saros elnöke, ugyanezt mondta, hogy nem lehet kiközösíteni egy országot, legalábbis addig nem, ameddig van esély arra, hogy tudja teljesíteni a feltételeit. Az kétségtelen tény, hogy Görögország nagyon sok mindent nem teljesít ebben az ügyben, tehát nagyon komoly kritikákat kapott. Most kapott pénzügyi támogatást is a tegnapi nap folyamán, arra, hogy meg tudja erősíteni a határőrizetét. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy Görögország, és persze Törökország is a másik oldalon, a saját vállalt kötelezettségeit teljesítse. De azért egyelőre még nem tartunk ott, hogy kizárnak. Ugyanakkor reálisan azt kell látni, hogyha Törökország és Görögország nem teszi meg belátható időn belül azt, amit elvárnak tőle, akkor ez persze bekövetkezhet. A magyar külügyi pozíciók, vagy hogy tetszik Orbán Viktor pozíciója az Európai Unióban változott az elmúlt hónapokban az ön megítélése szerint? Én szerintem igazából nem változott. Annyiban van egy módosulás, hogy a visegrádi négyeken belül is elsősorban a lengyel-magyar kapcsolatokon keresztül ez a pozíció valamelyest hangsúlyosabbá vált, de azért azt látnunk kell, hogy Lengyelország pozíció nem teljesen azonos Magyarországgal. Nem véletlen az, hogy a lengyel köztársaság elnök kimondta, hogy mi nem vagyunk második Magyarország. Vascsikovszki külügyminiszter kifejezetten azt mondta, hogy sértő számukra összehasonlítják őket. Kaczyński is azt mondta, hogy ez két különböző ország, két különböző hagyományokkal ne keverjék össze. Tehát azért Lengyelország is óvatos ezzel az együttműködéssel, de bizonyos kérdésekben, például menekültügyben kétségtelen van egy együttműködés. Önök viszont nem voltak óvatosak. Tegnap a Magyar Liberális Párt szerint Orbán Viktor elvesztette a jogalapot, hogy az oroszok hazaküldésével dicsekedhessen, mert hogy szerdán utazik Putyin orosz elnökhöz. Paks 2 ügyében az önök olvasatában voltak éppen pénzért. Hát ez két különböző történet. Tehát attól még ő hazaküldhette az orosz megszállókat 89-ben, hogy 2016-ban meg egy másik Oroszországgal üzletel. Ez természetes, de azért a mai Oroszország is sok olyasmit csinál, ami miatt óvatosnak kéne lenni az üzletelésben. Például csak a tegnapi nap történéseit vegyük, két kórházat és egy iskolát bombáztak le Szíriában. De hát egyébként ön úgy ítéli meg, hogy szándékosan? Tehát, hogy az oroszok szándékosan egy menekült hullámot akarnak újraindítani? Van, akik ezt mondják, én ebben nem vagyok biztos. Én azt gondolom, hogy ez összefügghet azzal, hogy Oroszország nem rendelkezik azzal a precíziós bombázó technológiával, amivel ma már a nyugati országok és elsősorban az Egyesült Államok, tehát valószínűleg nem tud teljesen pontosan és célzottan bombázni, gondolom, illetve nem tekint a hadvezetés bizonyosan nem tekinti fontos célnak, hogy a civil áldozatok számát mérsékelni. Ami azért elgondolkoztató. Ami elgondolkoztató, tehát ez így van. De minden esetre az egész szíriai kaland, és előtte pedig az ukrajnai szerepvállalás, azért az arra utal, hogy Oroszország nem együttműködő partnere ebben Európának, vagy a nyugati országoknak, és ilyen körülmények között szerintem óvatosnak kell lenni abban, hogy egy hosszú távú, akár 30 évre Magyarországot elkötelező energetikai megállapodást, tehát például Paks 2-vel kapcsolatos megállapodást kössünk. Voltak éppen a Magyar Hírlap címoldalán, hogyha benne van egy gyors lapszemlében, más sincsen, mint Orbán Viktor, illetve az ő általa elmondottak. Egy kivétele sokat javultak a hazai gazdaság mutatói, erről majd még részletesen beszélünk a mai műsorban. Önök is így látják? Magyar gazdaságnak bizonyos mutatói nagyon kedvezőek, ugyanakkor azt is látni, hogy nagyon sérülékeny a mi gazdaságunk. Alapvetően azon múlik minden, hogy az Európai Uniós támogatásokat megkapjuk-e, és ebben a mértékben, hogy megkaptuk, ez a GDP 4-5, sokszor 6%-a, másrészt pedig a magyar export 78%-a az Európai Unióba megy. Tehát ha mi az Uniótól elfordulunk, akkor ez a gazdaság, ez sehol nincs. Iskola például bürokráciára, a Népszabadság címoldalán az oktatás ügy, így klikkesedtek ti címmel, csak kimondtam valahogy.
Hát az iskola ügyről volt szó a parlamentben is tegnap, és hát Orbán Viktor gyakorlatilag visszaküldte az iskolapadba a pedagógusokat is, mondván, hogy tanítsanak, ne hőzöngjenek. Igen, de szerintem a pedagógusok most megtapasztalták a saját erejüket a hétvégi tüntetéssel, és nem gondolom, hogy vissza fognak menni, és nem is kell, hogy visszamenjenek, mert az, amit ők folytatnak, az a küzdelem, az gyakorlatilag a Magyarország jövőjéről szól, a versenyképes oktatásról szól. Nem a krétáról és a fűtésről, bár az is fontos, hanem arról, hogy lesz-e modern korszerű oktatás Magyarországon. Aztán van egy hír, ez már a Népszava címoldalán, Mészáros Lőrincről, sok a kedvenc gázszerelőjéről, aki aranykalászos gazda, de mint kiderült, és amit most az együtt feljelentést is tesz, egy gyors talpalon Tolna megyében végzett egy valamiféle tanfolyamot, legalábbis a papír szerint. Igen, hát ezek a tanfolyamok, ezek az elmúlt évben nagyon népszerűek voltak, mert ugye a földet csak az kapott ott, aki vagy helyben lakó, tényleges gazdálkodó, vagy ezzel az aranykalászos gazdam oklevéllel rendelkezik. De erről már tavaly is szó volt, hogy oda be se kellett ülni a padba, csak igen, beiratkozni, aztán elmenni a papírért. Tehát valószínűleg nem ő az egyetlen, de valószínűleg ő az egyetlen, aki 1 milliárd 900 millióért tudott földet is venni ehhez. Mit gondol az euróról, tehát a roma önkormányzatról, illetve arról az 1,6 milliárdról, amit vissza kell fizetni az önkormányzatnak? Hát én ezt egy felháborító, elképesztő dolognak tartom, és azért is tartom nagyon sajnálatosnak, mert annak a pénznek meg lett volna a helye a romáknál. Mert igenis rászorultak volna arra pénzre, amit itt ilyen-olyan módon elpazaroltak, vagy elvittek. De ez a Magyar Nemzet címsora. Igen, de azt gondolom, hogy ezért tényleg a nagy része ezt, amennyit lehet tudni róla, persze én nem ismerem a pontos részleteket, de amennyit tudni lehet róla, ezeket a pénzeket valóban ellopták. A Magyar Idők megtalálta a nap jó hírét, folytatódik a béremelés, most az orvosok jövedelmére néz a Magyar Idők. Az elmúlt években látványosan nőtt az orvosok jövedelme, írja az újság. Hát én nem tudom, nekem ezt nem ismerem a statisztikákat, de vannak orvos barátaim, és ők nem erről beszélnek. Tehát ők azt mondják, hogy a béreik nagyon-nagyon elmaradtak, és nagyon várják azt, hogy legyen tisztességes bérrendezés. Ez egy érdekes megfogalmazás végül a világgazdaságról. Ugye már beszéltünk a magyar gazdaság helyzetéről, a világgazdaság a sérülékenységi indexet vizsgálta, a mi sebezhetőségünk csökkent a leginkább. Tehát ez egy jó hír a világgazdaságban, ők ezt így fogalmaznak meg, felzárkóztunk a csordához. Igen. De hát legalább nem vagyunk lemaradva, nem vagyunk préda, ugye a csordától lemaradt állat prédának számít. Igen, tehát itt vannak jó hírek, és ennek örüljünk mindannyian, mert abban vagyunk érdekeltek, hogy az ország működjön. De azért az önteltségre nincs sok okunk, mert ez az ország tényleg még nagyon sérülékeny. Köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm. Benne volt ebben a szemlében, hiszen köszönöm szépen. Volt a vendégünk.